föl, hiszen többek között Csucsánski Zoltánt is hiányolni kényszerül, és csere lehetőség nélkül játszik egyenlőre a kékmezes együttes, aki most támad, határlövi rá, és Deák Miklósnak kellett hárítania a csépküszvi hálóőrének. Komáromi bedobása. Molnár feje elől húzza le Deák. Fési csúsztatta hátra. Kiszit előzte meg. Határ. Szoboszlai. Komáromi tette tovább Molnárnak. Határ sarokkal. Horváth Zoltán húzza ki. Ott. A két együttes októberben találkozott egymással az őszi szezonban, akkor a Csép plusz V 4-1-re nyert. Most jelenleg a tabellán a Csép plusz V 36 ponttal áll az élen, második a Bombom volt 30 ponttal, tehát nagy csatára lehet számítani. Mutatni a Csép plusz V szinte már-már megnyerte a bajnokságot, bár korai ezt még kijelenteni, de az erőviszonyokat tekintve már nem valószínű, hogy meglepetés éri a bordómezes együttest. Ott Kiszi elvéti a labdát. Komáromi szépen tette tovább Szoboszlainak. Fésű. Határ. Szoboszlai. Szép félés volt. Szögletet Komáromi végezheti el a harmadik percben. Határ felé passz, elérte még a gammal előtt, aztán egészen hátra Majzer kapushoz. Maier csipja a labdát, Kiszi. Maier, jó volt a csel. Horváth Zoltán vágta ki. Határ. Majzer kirúgása. Szoboszlai. Komáromi. Jó volt a továbbítás, fésű passza viszont rövid volt. Horváth Zoltán csípte el. Büki. Kiszi. Pott. Nem értették meg egymást Kiszi Józseffel. Fésű. Kint van. Komáromi húzogat hátul, aztán Maier vágja vissza az előrelőtt labdát. Határ. Komáromi. Határ még. Maier. Deák kidobása. Kiszi egyből tette középre. Nem volt pontos. Határ. Szép volt a kötény. Passz is jó. Molnár a belső lészre vágódik, majd pedig a felső
Kapufára hagyja a labda játékteret, óriási helyzet volt. Mindez a 6. percben. Molnár, Horváth Zoltán lépett oda keményen, Mayer, Horváth érkezik. Mayer, finom mozdulattal, fésű vette le. Szoboszlai, jó volt a csel, határ lövi a kapu fölé. Ott. Mayer. Kiszi. Komárom ment. A C plusz V támadója elől. Büki bedobása. Szoboszlai. Kisziről ment ki. Fésű. Komáromi. Két ember között. Szoboszlai, Mayer. Aztán Komárominál lehetőség. Ismét Mayer lépett közbe. Szoboszlai. Harmadszor is egy C plusz V 11-es számú játékosa tisztázott. Komáromi. Molnár próbálta egyből visszatenni. Határ. Komáromi. Molnár. Deáké. Eddig aktív a Bombom Bolt együttese. Határ. Büki szerelt. Kiszi. Jól vetett át a labdát. Egyedül begyalogolhat a kapuig. Aztán a végén hibázott. Pott! A bedobás után határ a labdával. Szoboszlai. Ott keresi az embert. Nem találta meg. Kilencedik perc 0-0 a mérkőzés állása. Ott volt szabálytalan a félpályánál. Fésű szabadrúgása nem sokkal ment a kapu mellé. Jó lövés volt. Horváth. Büki. Szoboszlai lépett közre. Másodszorra már ki tudja emelni Pott Sándor. Szoboszlai. Szép volt az esernyőcsel. Komáromi. Levett az ellenfél játékosának a labdát. És ebből indult a C plusz V. Mayer hosszan szöktette magát. Komáromi. Horváth Zoltán mellel veszi le, aztán indítja a borlók támadását. Kiszi. Szoboszlai. Ketten zárnak össze előtte. Marad a labda Bombonnál.
fésű, jó volt a csel, Szoboszlai. Fésű fejelte haza a labdát. Komáromi. Fésű. Deáké ismét. Majzer. Szoboszlai. Pot támadja. Szoboszlai még. Pot szerelte ismét. Molnár jól vette át a labdát, picit azonban hosszú volt, olyannyira, hogy az oldalvonalon túlhagyta el a labda a játékteret. Dobhat a Csé plusz V. Komáromi. Határ. Kiszi, Potnak vissza fejjel, aztán Pot ellövi, tornásznia kellett Majzernak. Szöglet a 13. percben 0-0-ás mérkőzés állásnál. Szoboszlai indulhat az ellentámadással, Mayer szereli könnyedén. Sokáig tojázott Szoboszlai, kiszi, óriási kapufa. Határ. Molnár. Komáromi. Büki szerelet, aztán ott indult volna, ám nem tudta megszeridíteni a labdát. Határ. Szoboszlai felé, aki egyből próbálta tovább tenni, ám elakadt a labda. Mayer bedobása. Határól vágódik, lekiszi, ellövi, Majzer véd. Büki. Pot feje elől. Majzer kaparintja meg a labdát. Szép védés volt. Komáromi. Molnár egyből. Deáklábbal, aztán Szoboszlai. A létszalatója ki, a Csé plusz V kapusa. Egy helyzetekben gazdag mérkőzésen 15 perc elteltével 0-0. Ott. Fésű tisztáz. Ismét hátra. Saját kapusának. Aztán most már Szoboszlai. Komáromi. Nem sokkal ment mellé. Kifelé az izítás. Szoboszlaira ment.
Meyer. Büki. Komáromé támadta és szerelte. Meyer bedobása. Meyer ütötte ki a labdát a kapu előteréből. Szoboszlai indulhat meg. És mellé! Már-már bent látta itt mindenki a csarnokban ezt a labdát. Ám centikkel elkerülte a C+V kapuját. Újabb nagy lehetőség volt ez a bombom volt csapata előtt. A vezetés megszerzésére. Horváth. Ott. Szoboszlaiban akad el. Ott még egyszer próbálkozhat. Ezt teszi, Meyer kapja. Megtartja a vonal előtt. Aztán előre íveli Kiszi felé, akinek hosszú egy picit a labda. Komáromi. Molnár, aztán Büki szerel. Molnár visszaszerzi. Meyer. Molnár csípi el. Határ. Kiszi. 9 méterről vállalkozhatott fésűről vágódott ki a labda az alapvonalon túlra. Szöglet a C+V-nek. Tizennyolcadik percben tehát 0-0-ásnál pot végezhet el szöglet rúgást. Kiszimotog, és szépen lövi a labdát a bal alsó sarokba. Meyer Attila mellett. 1-0 tehát a C+V javára a 18. percben. Kiszi fiatalokat meghazudtoló lendülettel startolt rá a labdára, és megelőzte tevőjét. Pott. Meyer. Kint van. Komáromi. Két ember között nem tudta elvinni. Határ. Kihozta Göttényt. Aztán Szoboszlairól megy ki a labda. Meyer. Kiszi próbálja játékba hozni. Gráczert a bal oldalon fésű. Szoboszlai mellel veszi le, kisé messze pattan tőle a labda. Aztán Meyer ütte a vonal mellett. Még nem Szoboszlai, közben nem lépett. Kiszi. Meyer. Meyer helyett érkezik. Bors István. Máromi. Gráczer támadta. Megvan még. Fésű. Molnár jól perdítette tovább, ám Bors megelőzte Szoboszlait. Fésű. Bors volt szabálytalan. Fésű. Határ még elcsípi. Nagy lövés, de átvéd. 21. perc, 1-0-ra vezet a C+V. Határ. Fésű lövése akadt el. Kiszi, Fésű támadja. Hatásosan. És a bombon hozhatja a labdát ismét.
aztán Szoboszlait lőtte Horváth Zoltán a vonal mellett. Szoboszlai végezhet el szabadrúgást. És ő szép gól volt! 1-1 a 21. percben. Nem sokat kellett várni a szépítő találatra. Szoboszlai szabadrúgása után fésülőt a Cséplusz-V kapujának közepébe. Horváth. Bors. Majzer. Határ. Majzer. Komáromi. Fésű. Szépen hozták ki a labdát most a kékmezesek. Határ csinál egy cselt. Aztán Fésű ezt a labdát. Itt most jól látszik a bombon. Molnár. Deáknak kellett hárítania. Fésű bedobása. Szoboszlai nem sokkal ment a kapu fölé. Bors. Grácer. Pott. Kiszi, de szép volt a passz, és Pott lehelett finom bokamozdulattal tette kapura. Majzernek kellett hárítania, indul az ellentámadás, Fésű. Deák véd. Jó a meccs. Fésű fejeli haza. Határ. Szoboszlai. Két ember között próbál elvinni, ez sikerül neki. Ott. Szoboszlai támadta. Bors. Deák. Molnár. Aztán Határ. Kapkodt el a dolgot. Pott. Szép volt az ívelésem. Kiszitől egy méterre hagyta el a labda a pályát. Fésű. Ellövi messziről, levágódik. Az első félidő utolsó perce kezdődött el. 1-1. Grácer. Pott. Molnár lépett ki jól, és 3-2 ellen. Határ, most lelassult a támadás. Érkezik Komáromi. És Horváth Zoltánról ront ki a labda. Komáromi adása. Üres területre, ahol csupán borúmezes játékos tartózkodott. Kiszi. Határ szerelte Szoboszlai. Komáromi kapja. Horváth Zoltán csúszott be. Bors. Pott. Terelgeti a labdát hátul, aztán hazaadja kapusának. Grácer. Deák lövi előre. Letelt a rendes játékidő az első félidőben. Ismét egy szép mozdulattal sarkalta tovább a labdát. Ez az átadás pedig pontatlan. És most van vége az első félidőnek, tehát bombombombot Cséplusz-V 1-1.
Pedig érzésem szerint nem fog visszatérni a pályára, ahogy én ott a kispadot látom, kispadnál látom. Mátyás lő, közben szép gól, 13-11 a 24. percben. Csenki, Virincsik, Őri, Vince, Csenki kapja. Virincsik most a jobb oldalon, aztán közeledik a saját pozíciójába. Vince Zsuzsa a szélen, szép gólt lő, 14-11. Vince Zsuzsa első gólja a mérkőzésen. Nem tévedtem, de már második találata a kis Vincének. Mátyás. A második félidőt a Bombom volt kezdte. Egy-egy tehát a mérkőzés állása. A 18. percben Kiszi szerzett vezetést a C+V javára, majd 3 perccel később fésővel válaszolt Szoboszlai. Most a második félidőben a Bombom együttesében Molnár helyett Ruzics Gábor a pályán, 6-os számmal. Most kapná éppen a labdát, azonban Szoboszlai volt az, aki odaért, Pott pedig rátartott a lábára. Így Ruzics végezheti el a szabadrúgást. Mintegy 14 méterre a kaputól Ruzics ellövi, Grácerről pedig levágódik a labda. Ruzics bedobása saját játékos társáról vágódott vissza. Ott. Bors egyből. Szép mozdulat volt. Ruzics. Fésű. Komáromi. Ruzics kapja. Szoboszlai menti még meg. Horváth a labdával. Ott. Bors. Ruzics. Horváth férje vissza a mezőnybe. Komáromi. Határ sarokkal. Nem sokat ért. Bors, egészen Majzerig fordulhat a Bombom határ. Fésű, oda fejelte, ahonnan éppen Szoboszlai elmozdult. Kiszi, jól fedezte a labdát, Bors kapja, aztán Komáromiról vágódik ki. Bors végzi el a szögletet, kapás lövésre Pottnak. Nem is volt rossz, nem sokkal került el a Bombom ketrecét. Szoboszlai.
Szoboszlai, Komáromi, kapu előtt keresztbe. Ott. Kint van. Második fél idő, 5. perce. 1-1 az állás, még mindig Ruzics. Komáromi került közben a földre, és 2 perces kiállítás. Grácernek kell elhagyni a játékteret. Komáromi közben talpon. Ruzics végzi el a szabadrúgást. Tehát most 2 percig ember előnyben a Bombolt együttese. Komáromi. Határ. Fésűhöz. Komáromi. Fésű kapja vissza. Kiszit próbálja kiebb húzni. A nagyobb területet tudjon teremteni társaknak. Ruzics beadása Horváth Zoltán népközbe. Majd Bors emeli ki a labdát. Ruzics. Szoboszlai szépen betette tovább Komáromi. Jól tartja meg eddig, aztán Bors szerel. Határ. Komáromi. Határ levágódik. 1 perc van még hátra Grácer kiállításából. Szoboszlai szöglete. Ott a lehetőség, és megszerzi a vezetést Fésű Gábor. A Bombolt javára, tehát kihasználják a kékmezesek. Az emberelőny adta lehetőséget. És egy szöglet után ismét Fésű volt eredményes, tehát a második félidő 7. percében. 2-1. Horváth. Ott. Fésű. Komáromi. Szép volt a csel. Ruzics mutatta be, azonban már hosszan szögtette magát. Bors. Majzer szeli föl. Molnár mutat be egy cselt, megtartja még a labdát. Bors, Komáromi csípi el. Májert rúgja fel aztán. Horváth. Bors lép oda Ruzicsnak. Fésű. Molnár. Szöglet bizony, kint volt már a labda. Molnár szöglete. Ruzics magasan a csarnok tetőszerkezetét találja telibe. Horváth. Mayer felé. Mayer még. Bors. Határszerel. Indulhat a bombobon. Horváth Zoltán fordulhat. A Mayer szájtalan volt. Aztán szóváltásba keveredik
játékvezetőnek mondja a magáét. A C plusz V csapatvezetője Horváth Ferenc pedig nyugalomra inti csapattársát. Horváth, Bors, Mayer, Komáromi, Határ, Bors fejeli előre, majd ré a labda. Fésű, Majzerem kátra, Molnár felé az ívelés, Határ egyből, Molnár találja el, Pott, Grászert szereli Ruzics. Bors, Mayer, Fésű volt szabálytalan hátulról, tette Mayert. Veszélyes szög, egyenlítési lehetőség a C plusz V előtt, 9 méterre a kaputól. Mayer és Pott a labda mögött, aztán Pott Sándor maradott. Borsnak gurítja le, ki ellövi, messze a kapu mellé, lett egy szatalábáról. Majzer, Ruzics, Horvázorotán, aztán Bors, teszi tovább, Mayer határ szerel szépen. Grácer bedobása, ott fejjel lelágódott. Bors, Grácer, Bors távolról. Határ, ebből indulhat a bombon. 3-2 ellen Ruzics, Határ, visszaérnek a Cséplüszé játékosai. Fésű elősztette meg Mayert, aztán Mayer volt szabálytalan. Hátulról lépett közbe, ennek következtében Fésű Gábor huppant a parketre. Határ szabad rúgása. Bors találja tetejébe, aki az egyszemélyes sorfalat testesítette meg. Ruzics. Jó a csel, Bors mellett megy el. Aztán Molnár lába alatt csúszik el a labda. Bors. Mayer, Ruzics, Molnár, indulat a bombon ismét, Ruzics kapja. Pottal szemben, Komáromi érkezik segíteni Molnár a sarokban. Jó volt a csel, Ruzics, Potról vágott le, Deáké. Mayer, Pott, Határ. Ruzics. Mayer csipte el Ruzics átadását, aztán Borstól pattan messze a labda. Komáromi. Ruzics. Molnár kéri. Határ kapja. Aki Deákot találja teli le. Határ. Grácer hozzá. Második fél idő, 14. perce, 2-1-re vezet a bombon volt. Majzer kidobása, Molnár nem tudta pontosan kezelni a labdát. Játékvezető szerint Horváth szabálytalan volt Molnárral szemben. Horváth Zoltán pedig nehezményezi, hogy Molnár Csaba
Ráncigálta, húzta, vonta a mezét. Ruzic, közel van a sorfal szerintem. Molnár, ott a harmadik bombombol. Gól. Molnár Csaba a gólszerző. A második félidő 15. percében. Itt egy pontrugás után eddig szinte csak ebből születtek gólok, szabadrugásból. A levágódott Dedát Molnárra vágta a bal felső sarokba. Ezzel tehát 3-1 a bombombolt javára. Bors. Mayer, aztán Ráter. Visszatett labdája volt Vivi. Horvát. Mayer. Késő támadja. Nagy pár harcot kiva két játékos a mérkőzésen. Bors, meg váratlan volt a lövés. Majzer lábbal hárított. Játékvezetői labda, amit Fésű ad vissza a C plusz V kapusának. Bors. Ez csemege Majzer számára. Komáromi. Ruzic. Határ. Pocserel. Komáromi. Kiszi. Bors. Mayer. Fésű aprította. Bors bedobása. Fésű fejeli vissza. A 42. perc. 3-1 a bombonnak. Molnár. Kiszi csípett el egy labdát, aztán Majzer véd. Bors. Kapu mellé. Ruzic. Jó a csel, pot mellett nem ment el, aztán a kapu mellélő. Kiszi. Pot. Ruzic támadja, meg is szerzi a labdát. Határ indulhat. Molnár kért volna a labdát, aztán Mayer csípt el. Pot. Ki. Molnár. Ott. Kiszi, szép labda, Büki. Kapu mellélő. Szép akció volt. Két kapus játszik össze most az utóbbi másodpercekben, aztán Határ szerzi meg a pozitívantatalangot. Molnár, nem érkezett bent játékostárs. Majzer, Kisziről vágódik vissza,
Aztán Horváth Ferenc nem tudott kapura fordulni. Határ, Komáromi, jól hozzák fel a labdát, Fésű, Molnár, Deákba lövi. A túloldalon Határ Csaba várta. Majzer, Büki, kifejeli. A 45. percben járunk, 3-1-re vezet a Bombolt. Határ, rossz labdakezelés, melynek eredménye Csé plusz V bedobás. Kiszi, Májer lövő fejbe Ruzicsot, Molnár. Májer. Ott. Kiszi fejjel. Májer. Fésű. Büki. Komáromi. Gyorsan megy el, és egyik gól. Ismét Molnár Csaba, a gólszerző, aki a harmadik találatot is a kapuba jutatta. Egy gyors leintetés után Komáromi passzát lőtte a hálóba Molnár Csaba. Második félidő 21. percében. Négy egy, ezzel már Bombonyára és 3-1 ellen. Molnár kapu mellé. Ruzicsi csata a paszt. Horváth. Kiszi. Büki. Ott. Horváth pört perdítette vissza. Fésű dobja haza. Majzer. Ruzics. Kiszi mellett megy el. Horváth mellett már nem tudott. Ruzics. Molnár. Meglepetette a kapust. Molnár beadta a lövése. Ezek kidobása, Komáromi, Molnár, Büki csípar az átlát, és jól tartja meg a labdát. Kiszi, szépen tette tovább, Pott, Horváth. Két és fél perc van hátra a rendes játékidőből. 4-1-re vezet a Bombombolt. Komáromi. Határ. Megállítja a labdát. Ott nyúl köbe. El is hozza a játékszert. Kiszi. A túloldalon Büki várná. Horváth kapja. Majzer véd. Horváth Ferenc szöglete a 48. percben levágódik. Kiszi. Ott. Ezer érkezik. Mi is kaptunk egyet. A labdákból. Majzer kirúgása. Kötény osztott ki most Határ Csaba. Horváth.
fésű. Komáromé. Bőkiki. Fésű előtte megkiszi. Rujic. Aztán Horváth Zoltán előtte egy csúnya volt. Játékvezető sípja, azonban néma marad, és itt van az ötödik gombongól. Fésű adását lőtte Molnárba a hálóba. A mérkőzés utolsó percében. Ez most már demoralizáló. A Csé plusz V-re nézve. 5-1 tehát. Horváth. Büki. Szoboszlai teszi kapusának hátra a labdát. Horváth akadályozza Majzert. És itt van a mérkőzés vége, tehát a bombóból teljesen megérdemelten 5-1-re verte a Csé plusz együttesét. A Csé plusz úgy érzem fáradtan mozgott ezen a mérkőzésen. A bombom pedig gyors ellenakcióival, illetve jó pontrúgásaival meg tudta verni ellenfelét. Tehát még egyszer a végeredmény bombom volt, Csé plusz V 5-1. A szerdára kiírt Turulány Fevita, Mávgépészet Más Tészta és Bádogos Fedél Kft. Mérkőzéseket május 30-ára halasztották, míg az elmaradt Zöldker 96 Kft. Klubfeca összecsapásról kedden dönt a Fegyelmi Bizottság. De lássuk, mi történt a lejátszott két találkozón. A 21. fordulóban a kieső zóna elől menekülő Blue Hétfő az élmezőny egyikével, a Fapados Rözővel találkozott. A papírformának megfelelően a meccset a Fapados kezdte jobban, és két gólos előnyre tett szert. A 10. percig a Blue Hétfő szinte kapura sem lőtt, majd ezután egyre többször kerültek helyzetbe a kékmezesek. Bátor játékuknak, na meg némi szerencséjüknek köszönhetően a Blue Hétfő előbb szépíteni, majd pedig egyenlíteni tudott. Így 2-2-es állásnál fordulhattak a csapatok. A második félidő elején a fölényben játszó Hétfő szerzett vezetést, majd egy lerohanást követően két gólra növelték előnyüket. A pályán egy rövid időre elszabadultak az indulatok, és a Fapados öröző ideiglenesen 3 főre fogyatkozott. A kiállítások a Blue Hétfőt zavarták meg jobban, és szépíteni tudott a fehérmezes együttes. A Blue Hétfő 5. gólja után a Fapados vette át az irányítást, és beszorította ellenfelét. Az utolsó 10 percben egy kapuzott a tabella 4. helyezettje, melynek következtében 3-5-ről 6-5-re fordította meg az eredményt, és szerezte meg a győzelemmel járó 2 pontot. Már azt hittük, hogy megvan a győzelem, amikor 1 percen belül eldőlt a mérkőzés. Nagyon sajnálom, úgy érzem, hogy ezzel a bennmaradásunk is megkérdőjeleződött. Gondolod? Ezek után igen, ezt a meccset hozni kellett volna. A játékban viszont én úgy gondolom, hogy rendkívül jót mutatatok, jobbat, mint az eddigi meccseken. Valóban fegyelmezettebbek voltunk, visszaálltunk félpályára, de hát úgy néz ki, ma kevés volt az utolsó 5 percet, vagy 3 percet idegileg már nem bírtuk. Az akarat és a elkeseredés, ami döntött a végére, és hát az elején egy kicsit könnyebben vettük a 2-0-nál, amikor vezettünk, de végére sikerült megfordítani a mérkőzést. Úgy érzem, hogy egy kis bírói tévedés volt, és a társaim azt nem szívelték el. Dumáltak, jogos volt a kiállítás, de ilyen a labdarúgás. Végén az akarat a lelkesedés, ami döntött. A Süni és barátai Gallon Kft. Összecsapása a helyezések függvényében kiegyenlített játékot ígért. Az őszi idényben a Süni 11-3-ra verte a zebramezes ellenfelét, és a mostani meccsen is gyorsan 2-0-ás vezetésre tett szert. A Gallon Kft. A szünet előtt szépíteni tudott, és ez lökést adott a folytatást illetően. A második játékrészben a Gallon kitűnő játékkal felőrölte az ellenvédelmét. Gyorsan egyenített, majd pedig fokozatosan elhúzott a Sünitől. A pirosmezes együttes már csak 3 gólos hátrányban tudott szépíteni, 5-3-ra alakította az eredményt. A 6-3-as végeredményt a Gallon Kft. Portása állította be, saját kapuja előteréből talált a Süni hálójába. A Gallon Kft. Győzelmével 1 helyet tudott előrelépni a tabellán. Nagyon kellett a pont, nagyon kellett a győzelem. Hát igyekeztünk, volt szorosabb eredmény, egy kicsi szerencsével talán mifelénk billent a mérleg. Örülök a győzelemnek, mert nagyon kellett a pont. Milyen játékot mutatott a Süni belülről?
Hát igazából a két bozai nagyon vezéregyéniség, nagyon jól tartják a labdát, jól teszik. Hát talán ők formát adtak ennek a játéknak. Hát igyekeztünk rájuk odafigyelni, de azért így is elég jól szerveztek. Ügyesen játszottak, attól függetlenül, hogy vereséget szenvedtek. A mérkőzés az nagyon küzdelmes volt, mind a két csapat úgy érzem, hogy jó hajtott. Hát az igazság az nem volt cserénk, a végére egy kicsit elfáradtunk, meg vagy a helyzet kihasználása gond volt. Amit kihagytuk, az ellentámadásokból gólokat kaptunk a zsinórban. És szokatlanul az ellenfél kapusa is szerzett egy gólt, az ilyenekre nem kéne jobban odafigyelni? Hát ez abból adódott, hogy ki kellett támadnunk, följött mindenki, a kapus is följebb tolódott, és így észrevette a ellenfél kapus, hogy üres a kapu, és bedobta. Hogyan tovább? Hát a bentmaradás a célunk végül, is ezt tűztük ki. Szerintem az meg lesz. Még egy pár meccset lehozunk, és nem lesz gond. Tehát nézzük a 21. forduló eddig lejátszott mérkőzéseinek eredményeit. Bonbon Bold, C plusz V, 5-1, Blue Hétfő, Fapados Söröző, 5-6, Süni és Barátai, Galon Kft., 3-6. A tabella következőképpen alakult. A C plusz V továbbra is őrzi vezető pozícióját 36 ponttal, második a Bonbon Bold 32 ponttal, harmadik a Fapados Söröző 31-jel. Negyedik a Klub Feca, ötödik a Turuline, hatodik a Bándogos, hetedik a Fedél Kft., ők egy meccsel kevesebbet játszottak. Nyolcadik a Süni és Barátai 18 ponttal, kilencedik a Gallon 17 ponttal. Tizedik a Blue Hétfő 15-tel, tizenegyedik a Zöldker 96 Kft., tizenkettedik a MÁV Gépészet, tizenharmadik a Fevita, a sor pedig a Más Tészta zárja 9 ponttal. A kispálya küzdelmei és a műsor is a jövő héten folytatódnak. Kérem, tartsanak velünk akkor is, hogyha a kedvük tartja. Már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. A viszontlátásra!